Sziasztok! Több községből jelentkezem, az Ismerjük meg szép hazánkat sorozat állomásaként. És hát arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogyha gondolkodnátok azon, hogy külföldre vagy Magyarországon töltsétek el a nyári szünetet, illetve egy kirándulást összehozzatok a hétvégére, hát akkor lehet, hogy nem kell 5 órát autózni ahhoz, hogy egy tengerparton lubickoljatok, hanem adott esetben egy ilyen gyönyörű, szőlő lugasos, napsütötte, csendes tájon is eltölthettek számtalan szép órát. És hát a tök községről azt kell tudni többek között, hogy a Budai hegység és a Gerecse között a Zsámbéki medencében található. Már a római korban is voltak itt települések, és hát a török időkben a töki pincékben is menedékre lehettek azok, akik a törökök elől próbáltak meg elrejtőzni. Én egyszerűen azt gondolom, hogy ennél varázslatosabb tájat, mint ami itt terül el, gyakorlatilag próbálom nektek mutatni, hogy 360 fokban lehet látni, hogy micsoda gyönyörű helyről van szó. Nehéz találni, azt gondolom, hogy a Balaton és egyéb borvidékekhez képest sem val szégyentök. És hát ami miatt én úgy gondoltam, hogy csinálok itt egy videót, az nem csak a tájnak a szépsége, hanem találtam egy kis pincészetet itt a domboldal tetején. Ez a pincészet gyakorlatilag egy fröccspodként üzemel, és azt kell róla tudni, hogy kihelyeztek ide egy kis hűtőt, amiben ugye a leírás szerint úgy szól az előírás, hogy üdvözlünk nálunk, válasz poharat, válasz italt, bor, fölcs, szörp, egészségedre, üres poharadat helyezd a gyűjtőbe, ott van a gyűjtő, köszönd meg, írjál nekünk, köszönjük és visszavárunk. Na most, mintha kimaradt volna valami, mégpedig az maradt ki, majd mindjárt mutatom is azt, hogy milyen szuper kis borokat lehet itt kóstolni, hogy hát fizessél érte. Milyen érdekes abban a világban, ami gyakorlatilag minden szinten a pénzről szól. Főleg a fiatalok is ebben ölnek föl. Természetesen egyébként itt is van egy kis köszönjük felirattal ellátott kis persejnek nevezhető dobozka, ahol egyébként van is benne pénz. Érdekes módon nem lopták el. Milyen furcsa ez is. Ugye én Kőszegen születtem, és Kőszegen is vannak ilyen becsületkasszák, ott zöldséget és gyümölcsöt szoktak árulni, és érdekes módon ott se szokták el lopni. Ott még a ráadásul az érdekesség kedvéért átlátszó befőttes üvegekbe szokták a pénzt beletenni, tehát az egy kicsit még érdekesebb történet, és ugye az írjál nekünk, van is itt egy nagyon ízlett kis köszönet, nyilvánítás egy kis szívecskével, de hát nézzük meg a lényeget, hogy mit is találunk itt a hűtőben, van egy nagyon frankó kis bodzaszőr, és a Göndör pincészetnek a Csillagpor nevezetű sárdonéját tartom a kezemben, amit én egyébként tegnap kóstoltam is, és hihetetlenül finom volt. Van még mellette egy szintén egy házi boruk, ott van benne a fröccs, tökéletes, szuper hangulat van. Gyakorlatilag a fröccs kalauzban láthatjuk, akik még nem művelték ki magukat ezen a területen, hogy milyen arányokban lehet keverni. Hát azért én fölhívnám a figyelmet a krúdi fröccsre, ugye ez 1:9-es arány, nem kezdőknek való, de a kőműves fröccs sem rossz az 5-25-5-ös arányával, én azt gondolom, hogy ehhez is fel kell tudni nőni, és hát azért a politikusok is tévedhetnek erre, hiszen van 4-6 arányban polgármesterünk, és egy 6-4-es alpolgármesterünk is, tehát azért lehet válogatni, én azt gondolom. Itt lehet látni a zsámbéki tök túra térképét, van kis törölgető rongy is, szuper, itt pedig a háttérben lehet látni egy prés, régi prést, ami gyakorlatilag ezt a pincészetet képviseli. De hát, hogyha elnézünk ebbe az irányba, akkor pedig látjuk, hogy micsoda szuper ez a pincészet. Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ide kilátogatni, várnak sok szeretettel mindenkit a házigazdák, ne hagyjátok ki, mert nagy kár lenne érte. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!